megmunkálásnál én azzal kezdem, hogy mindenhol, ahol ilyen szögletek vannak, furatokat kell fúrni, másfél-két milliméteres furatok. Igen. Ezeket kemény fémfúróval kell fúrni, nagyon majd ott lent, és akkor itt különféle minták vannak, itt is lehet látni. Akkor itt már nekiállt, amikor ezek a furatok megvannak, a furatokat át kell törni egy gyémánt felszámmal, megmutatom azt is, ilyen gyémánt koronggal, az is lent van. Uh-huh. És akkor itt vannak a különféle, ez egy másféle tojás, ez strusz tojás lehet látni, sokkal vastagabb, durvább, akkor különféle szerszámok vannak, ez hegyes, ez meg ilyen tárcsa alakú. Uh-huh. És akkor itt egy bizonyos állapotig már jutottunk. Igen. És akkor itt jönnek, tulajdonképpen itt van egy, hogy milyen szerszámokat használtunk ennek a megmunkálásához. Uh-huh. Tehát itt vannak a fúrók, a kemény fémfúrók, itt a gyémánt tárcsa, és itt van egy kupos gyémánt. És akkor itt most ki vannak fúrva, akkor ezzel a gyémánttal, ezek itt át vannak törve, és utána finomítani meg ezzel a másik gyémánttal lehet. Na de miért mondod, hogy gyémánt, amikor úgy néz ki, mintha fémből lenne? Gyémánt, az gyémánt szemcsés, az azt jelenti. Ja, tehát a fémben gyémánt. Igen, 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 gyémánt szemcsés. A gyémánt szerszámnak nevezik valójában, ez nem gyémánt, hanem gyémántok vannak felvéve galvanikus úton egy fémre. És azzal lehet megmunkálni. Na mióta foglalkozol te ilyesmivel? Hát olyan 7-8 éve kb. És mi vitt rá? Kizárólag hobbi szinten. Igen? Csak hobbi. Tehát ezekből is, amiket készítettem, egy darabot el nem adtam belőle. Ajándékozni ajándékoztam sokat. Uh-huh. De tehát egy darabot nem adtam el, tehát nem üzletszerűen. Csak abban, mert már úgy érzi, hogy már fárad, nem tudok, abba kell hagyni. Aha. De ezt minek? Miért írod magadnak? Ezt utólag csak nem, mert előre? Csak akkor írtam fel magamnak, hogy egyszer, hogy mégis mennyi időt kell ráfordítani egy ilyen dologra. És mennyit egyre? Hát olyan 35-40 óra. Aha. Az egy ilyen strusz tojásnak a megmunkálása, a másik az egy egyszerűbb dolog, de ez durván ennyi. Aha. És mi az az alapgép, amiben ott láttuk, hogy be van fogva a tojás? Azt teljesen én csináltam, ez egy gépész rész, de úgy szedtük össze különféle alkatrészekből. Igen. Bementem ilyen, mit tudom, ilyen voltak, ahol foglalkoztak ilyen másológépekkel, meg egyéb, és annak az alkatrészeit. Aha. Abból adtak oda, és akkor abból lett összeállítva. De mi ez tulajdonképpen? Egy előrajzoló? De igen, előrajzoló. A kézzel, meg különféle variációkkal csinálni, mert nagyon pontosan lehet vele rajzolni. És akkor a tojásoknak, amik vannak a végére, azok meg így vannak a következő minták. Tehát ezek vannak a tojásoknak a végére, megmutatom miért, különféle minták vannak. Ezeket szimultán rá kell tenni a tojás végére, igen. Egyik végére, másik de végére. De ezeket te csináltad? Igen, ezeket van és mindig. Miből? Műanyagból van kivonva, és utána simán ki van reszelve. De vagy ki van vagy szikével. Hogy domborodik a műanyag? Van egy ilyen szerszám hozzá, amivel ki lehetett nyomni. Tehát hő hatására domborítani kellett. Tehát ezt a domborítást is te csináltad. Így van, így van, így van, így van, így van. Ezeket meg lehet házilag. Ezek mind olyan dolgok, hogy mondjuk a ötletek meg a dolgok jöttek a momból. Tehát na, ott... Ajja, megvan hozzá műszaki. Persze, így van minden. És sok itt vannak a különféle tojásoknak. És megnézzük az oldalit, ezek mind olyanok. Ezek vannak a végek. Azt kell tudni, hogy az emu tojás az nagyon sokat nem bír ki, annak más a színe, egészen más mintákat lehet belőle készíteni. A strusz tojás az viszont, annak ellenére, hogy tojás hihetetlen erős. Aha. Nagyon sokat kibír. Uh-huh. Nagyon sokat kibír. A liva tojás az már vékonyabb. Aha. És onnan, ahogy menjünk lejjebb, a tyúk tojás az mély vékonyabb. És akkor vannak, minél kisebb, annál vékonyabb és annál törékenyebb. Aha. Annál nehezebb. És elvégezni. Hány tojás? Nem is lesz a versenyével. Ja, igen, az ki kell. Most a strusz tojás, az emu tojást, az már a tojás héjat lehet venni. Igen. Interneten azt el lehet, 2500-3000 forint lehet venni darabját. Akkor itt vannak ez is. Ez a lányomnak az esküvője volt, arra készült. Ez félig készen van, Andi Kristóf. Ez arra készült. Akkor itt azt próbáltam kienni, megvan ez a tojás. Meddig lehet ott elmenni, hogy teljesen ne törjön össze, tehát a saját súlya tartja az egészet. Most itt meg lehet nézni ezeket a végeket. Itt van egy tartó, látod, itt is van egy tartó, aha. Itt is van egy tartó. Ezek addig kellene, hogy megmunkálom, és mikor készen van, akkor ezeket itt mind ki kell vágni. Aha. Tehát az mind egy biztonsági tartó tartja a tojásnak, addig még a többi munkálást elvégzem. Aha. És akkor végig marad az a csupasz valami. És akkor az előrajzolás után gyakorlatilag ez kézi munka? Igen. Aha. Tehát ez szinte csikke finomsággal, hát, igen. Vagy mint egy templom kupolája. Igen. Tojás megmunkálás. Na és akkor itt vannak még a kész tojások. Ezeket már két részben volt. Ez volt az egyik rész, itt össze van vonagyjába.
Mondom, ha kell, ezekből tudok adni, és ha majd esetleg érdekes képeket is, akkor itt vannak. Na. Itt készen van az Andi, tehát ez az esküvői kép, illetve tojás, ami volt. Ez a hátulja, ez a legérszeg, itt volt az esküvő, és akkor itt mennek a különféle, ezeket, amiket... Jó, mit az internetre vannak leszedben? Nem jobb védett képek, vagy valami, de ilyen, valami, tehát... De ezeket nem kell elvezetni. Így van, én a megmunkáláson dolgoztam. Igen, igen. És azokat a geometrikus minták, ezek is internetről vannak. Melyikre gondolsz? Hát ezek a geometrikusak, vagy ezeket te... Ne, ezek... Ezek ötletszerűen, ilyeneket nem is látom itt ezeken, ez ahogy jön, eszébe jut. Hát ez olyan, mint a DNS szálva. Itt meg is tudom mutatni, és akkor hogyan az egész. Na, tehát csak, csak a figurális matricákat sem jön mindennek. Igen, így van, így van, így van, így van, így van. Hát azok sem mindet. Aha. Most itt vannak a megmunkálások, amit itt vannak, hogy hány vonal van, meg három vonal, két vonal, tehát hogy vannak az osztalások, azt majd megmutatom utána. Hú, csoda, precíz munkaanyag. Ezt muszáj leírni ezeket, mert utána, mit tudom, két év múlva itt van a tojás kifújása. Ezt is majd meg tudom mutatni, hogy hogy kell. Én legalábbis hogy csinálom. És szerintem ez egyszerűbb, mint a másik, és biztonságosabb. Igen? Igen. Ennek is megvannak a szerszámai, nem ezt megmutatom, de nem is ezt akartam, hanem itt van, nem ezt akartam. Na, itt van. Mikor megvannak rajzolva ezek a tojások, igen, akkor utána én kiválasztod, hogy hogy akarod, milyen mintát akar csinálni. És mivel ezek ki vannak rajzolva a géppel, általában ki tud beleszedni bármilyen. Csak így tudom ezeket a menetemelkedéses dolgokat beletenni. Aha. És ha milyen távolságra jön, akkor ott elhajtom, az nincs jelentősége. Vagy erre lehet hajtani. Hát akkor gyakorlatilag ezt is kézzel irányítod. Így van. Így és van. Amikor elő van rajzolva, akkor elő van rajzolva, mert pont ide beleillik, mert most nincs kint a cert, de van a négye, itt, és akkor ezt beleteszem, és akkor pont bejelölöm a közepét. Aha. Átfordítom a másikba, itt is bejelölöm a közepét, és akkor biztos, hogy középen lesz a furatok, találkoznak, nem oldalt, nem fel, de lesz a tojás, vagy valami. Függőleges lesz így a tengelye. Így van. Tehát ezzel kell kezdeni tulajdonképpen. És mutasd ezt belülről? Ilyen kupos. Ja. És ez hogy ezt is úgy esztergáltad ki? Igen, 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 esztergáltattam. Aha. Ezeket már nem tudok, és akkor ebbe a kupa ezt bevezetik. És ez valami műanyag? Vagy? Igen, ez egy műanyag. Danamid. Na és azt mondtad, hogy a kifújásra is van. Na, valami specifikus. Most a kifújás, tehát a következő, mikor megtörtént ennek a kijelölés, akkor kifúrom egy nagyobbba és egy kisebbbe. Igen. Akkor utána én ezt befogom, vagy kiragasztom, és akkor a lényeg az, hogy ezen be kell nyúlni egy darab dróttal, igen, és össze kell keverni az egészet, hogy az a héja, tudom, összetartja, igen, a igen, tojást, igen, az a szétmáljon. Hártya. Így van, igen, az szétmáljon. És akkor utána jön a következő, hogy van egy ilyen tű, igen, és én azt csinálom, hogy ezt a tűt beleteszem ide a tojásba, igen, akkor hajlított, innen hajlított, így van, itt teszem függőlegesen, és akkor ezt belenyomom a levegőt. Igen. Most a levegő az felmegy a tojásba, tetejére, és akkor ezt kihúzom, és a folyik ki a tojás, fújja ki a levegő belőle. És hogy a levegő belemegy, az akkor nem reped meg a hely? Hát, annyit kibír simán, nagyon sokat kibírnak át ezek és a tojás. És akkor magától kifolyik? Igen, és akkor jön ki, és akkor prüszköl ki a levegő, és valójában levegő nem látom, tehát ez valójában így működik. Igen. És egy nagy csolok. Mert akkor látom az ábrát, fontos, hogy hol kell vinni, mekkorát, mit csináljon vele. Uh-huh. Ez egészen más. De itt elég pontosan kell dolgozni. Mindent te csináltál? Igen.